Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, oly mi csodálatos év játszani Warframe-et, kijött a Hildrin, Nightwave, Mili 3.0, vesző, egy féleség, szóval az előszele az új Mili rendszernek, ami, hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon-nagyon kellemesen érintett, és tök jó. Szóval általában el lehet mondva, hogy minőségibb lett a játék, nem csak a Mili rendszernek köszönhetően, hanem a Nightwave-nek köszönhetően, és az új Warframe-nek köszönhetően is, azt kell mondjam. Úgyhogy jöjjön Hildrin, bemutató hölgyeim és uraim, ez a Warframe nem fog a feledésbe merülni, azt kell mondjam. Én nagyon-nagyon pozitívan éreztem magam vele, egy nagyon jó Warframe-et kaptam, egy nagyon jó egyensúly a szóló és a csapat játék között. Azt kell mondjam, hogy ha az Inaros lett volna eddig a kedvenc, ilyen szólós, tankos karakterem, az most megváltozott volna a Hildrin kedvéért. Egy olyan Warframe-et kaptam én a Warframe-esektől, amit nagyon-nagyon szívesen fogok használni a jövőben, és az elmúlt időben többnyire egy Oberon fan voltam, de ez egy olyan Warframe, amit szívesen lecserélek Oberonról, hogy ezzel a Warframe-vel játszok. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És hogyha ott voltál a livestreamemen, akkor minden bizonnyal észrevetted, hogy nagyon pozitívan fogadtam a Warframe képességeit, túlélési lehetőségeit. Természetesen moton próbáltuk ki, hogy mennyire túlélőképes, és bár nem mentünk el egy óráig vele, de már érződött, a feledik óránál érződött, hogy könnyedén meglépi moton egy órát. Könnyedén meglépi moton egy órán. Szóval moton egy óra az bárhol máshol kettő, és az már egy tökéletes, azt kell mondjam, Warframe. Úgyhogy térjünk rá a lényegre, beszélgetünk képességeiről. Szóval, amit tudnotok kell, hogy ez az első és egyben eddig egyetlen olyan Warframe, aminek shield gate-je van. Ez azt jelenti ugye, hogy az enemy beadna neked egy halálos lövést, az utolsó darabka shield megment attól, hogy halálos lövést kapjál be. Ez kurva jó, mert akkor 3 másodpercig vagy valami ilyesmi sebezhetetlen leszel, és a shielded nyugodtan el tud kezdeni újra töltődni. Na most ez a képesség, és itt jön a balansz az egészbe, hogy ez a képesség csak akkor lesz újra elérhető a shield gating, hogyha a shieldet feltöltődött maximumra. Szóval nem az, hogy halhatatlan, mert hogy folyton shield gating történik, hanem akkor, hogyha egyszer a shieldet visszament maximumra, akkor lesz újra egy shield gate, és így fog működni ez a dolog. Úgyhogy ezt tartsátok, vegyétek figyelembe, tartsátok szem előtt, hogy csak akkor lesz újra shield gate, hogyha a shieldetek már visszatöltődött a maximumra. Akkor térünk is rá az első képességre. Szóval semmi nagyon extra, Hildrin kezéből egy ilyen energia fegyver lesz, fel lehet charge-olni, lehet vele lőni. Befolyásolják erőmódok, és természetesen az, hogy milyen elementál sebzésre húzod. Kicsit úgy kell elképzelni, mint az arkoplazmort, a lövését, az ereje is valahol ott van, természetesen megint csak függ, hogy milyen elementált csinálsz vele, milyen elementát kombinálsz ki belőle. Nagyon móka, azt hiszem nem ez a képesség, amit fogok használni, de el lehet mondani, hogy ha kifutnál a zambóból, akkor ott van. És szinte végtelenségig lehet használni, mert hogy a shieldből táplálkozik, nincs energiája ugye a Warframe-nek, a shieldből táplálkozik minden képessége, és szinte végtelenségig lehet használni. A pozitívum és a fasz a dolog ebbe az egészben az, hogyha ultizol, akkor 2 lesz. Ebből az egyes képességből 2 lesz, és kurva jól lehet vele lövöldözni jobbra-balra, miközben egy nagyon jó kis crowd control-t csinálsz ugye az ultival. A második képessége Hildrinnek egy nagyon-nagyon jó képesség, viszont az a különlegessége, hogy a legjobban összhangban a harmadik képességével van. Szóval itt, amit a videóban láthatok, itt én csak szórakozok a kettes képességével, hogy lássam az erejét neki. Önmagába ez nem fog neked túlélést biztosítani az egészben, főleg, hogyha úgy játszol, ahogy nem lősz az enemikre, és tudom, hogy néhányan vagytok olyan perverzek, hogy amióta megjelent a Warframe, azóta úgy játszotok vele, hogy egy enemit se öltetek meg. Úgyhogy önmagában nem ment meg semmitől, viszont elképesztően OP abból a
szempontból, hogy ha elsütöd az enemy közelébe, függően attól, hogy hány enemy van körülötted, ugye az enemynek csökkenti az armorját, csökkenti az shieldjét, és amikor lejár a képesség, feltölti, és overshield-el is feltölti a shieldedet. Szóval kurva jó képesség ebből a szempontból, nagyban hozzásegíti a Warframe-et ahhoz, hogy túléljen. Úgyhogy bónusz hozzá, hogyha a társak a hatókörben vannak, akkor a státusz effektektől megszabadulsz, te magad is, és a társaid, ami nem egy rossz dolog, tekintve azt, hogy nagyon kevés élete van ennek a Warframe-nek, a gáz damage, a slash damage, aznak meg fogod érezni a hatását, úgyhogy kerüld ezeket. Nem lesz egy infested enemy, mivel hogy azok az enemiknek, akiknek nincs shieldje, armorja, tehát csak élete van, azon enemiktől nem tud ellopni semmit, úgyhogy az infested ebből a szempontból a drága ebből szemben ki van zárva. Szóval nem egy infested ölő. Harmadik képesség, hölgyeim és uraim, ez egy olyan dolog, hogy amikor a Trinity elkezd belesárgulni, szóval ez egy aféle shield link, ami a társakra is ráakaszkodik, az enemire is ráakaszkodik, az enemitől lop és sebez, társakat tölt, és erősebbé teszi, mint ahogy téged is. Kurva jó képesség, folyamatosan legyen bekapcsolva kettessel, nagyon jól összhangban működik, és ja, nagyjából, tehát ezt érdemes róla megjegyezni, erőmodok, range modok hatnak rá, majd látni fogtok úgyis egy modolást az egésznek a végén, szóval harmadik képesség, nice fasza, be kell legyen kapcsolva, és egy egyensúlyban tartja az egész csapatot a Warframe-mel együtt. Ultimate képesség, repülj, hát ez volt a legnagyobb troll az Anthem felé, ez az ultimate képesség, azt kell mondjam. Szóval, amikor bemutatták először ezt az ultimate képességet, sok Anthem és viccel is hangzott, de őszinte leszek veletek, szeretem az Anthemet, félértés ne esik, szóval nem arról van szó, de ez egy nagyon jó fricska az Anthem felé, hogy így kell korrekten megcsinálni egy javelint, most mutatom a macska körmöket itt, szóval így kell korrektül megcsinálni egy javelint, úgyhogy mit mondjak erre? Megvan mindene, ami kell, és tök korrekt. Bár az ultimate képessége nem arról lesz híres, hogy über nagyot sebez, inkább a tömegkontroll miatt, a tömegszabályozás miatt, és akkor a társak körülötted fognak tudni írtani. De ha szeretsz lebegni és lövöldözni közben az egyes képességeddel, miközben a hármas képességed be van kapcsolva, a kettes kivéve ugye minden képesség be lehet egyszerre kapcsolva, és el tudsz szórakozni, és ez a lényeg. Szóval nagyjából ez lett volna a Warframe-ek. Vannak még apróságok, amit el lehet mondani, de a nagy lényeg ez, és a fontosabb dolgok, amit érdemes róla megjegyezni, mert minden annyira könnyedén történik ezen a Warframe-on, nagyon könnyű játszani. Úgy érzem, egy kicsit visszamentünk vele azokba az időkbe, amikor a játék arról szólt, hogy nyom le egy gombot és nyersz. Ennek a Warframe-nak az esetében körülbelül a hármas gomb lenyomása az, ami a nyerést hozza, és néha a kettes megnyomogatod. És egy nagyon jó dolog, hogy egy olyan Warframe-et kaptunk megint csak, ami kihasználja a lövő fegyverek erejét. Ugye nem például, mint az Inaros, ami ugye egyes képesség, és aztán öljed őket gyorsan, amivel éred, és egy előbb-utóbb ölni fogod egy Covert Little is törrel. A Hildrinnek ilyesmire nincs szüksége, egy nagyon jó kis balanszolt Warframe-ről van szó. Szóval, gyerekek, ennyit volna, remélem tetszett a kis bemutató, hogy jöjjön a modolás. Az még fontos, ugye? Én ezt találtam ki rá. Sokat filóztam arról, ez egy ilyen nagyon, hát nem tudom, hogy mennyire nem alap modolás, nem néztem más Warframe-eseket, nem nagyon kértem ki a véleményeket. Ugye a live-on ott voltunk, és ott próbáltam modolni, de ugye először jó irányba indultam el vele, aztán akartam neki egy max range-et adni, aztán bevittem játszani, és nem igazán éreztem túl hatékonyak azzal, hogy egy max range-el mászkáltam. Ezért visszatértem inkább arra, hogy adunk neki mindenből egy kicsit pozitívat, de idő és effektivitás kombinációja fontos,
mert kevesebb shieldet fog felemészteni a hármas, hogyha folyamatában be van kapcsolva. A range az 100% teljesen megfelel, úgyhogy nagyjából nekem ez az én játékstílusomnak, és ahhoz, hogy bőven, könnyedén meglépjem otthon egy órát, és ezáltal más survivalokon még többet is, tökéletesen megfelel, úgyhogy ezen kívül úgy módoljátok, ahogy nektek tetszik. Én meg nagyon megköszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, remélem egy kicsit tudtam segíteni, és ja, Discord szerverünk bárki számára elérhető, nyugodtan csatlakozzatok, klánunkban lehet jelentkezni, link videó leírásában, Discordhoz és klán jelentkezéshez is. Ja, kommentek, kérdések, várom, sziasztok!